nagyon jó sorozat van mögöttünk, és előttünk pedig egy olyan mérkőzés, amelyen a hazai csapat valószínűleg mindent meg fog tenni, hogy pontot, illetve pontokat szerezzen, hogy ezzel bent tudja maradni a ligában. Nem szabad őket lebecsülni, mert az elmúlt két mérkőzésen, két fordulóban valójában látunk olyan eredményeket, amikor a favoritok igenis veszítették mérkőzésüket, és ezzel nem tudnak annyira lépést tartani velünk, akik ott vagyunk fönt az élbolyban.